Hagyományosan ez a konferenciánk összegyűjti a magyarországi informatikai társadalomnak a színét és javát. Mesterséges intelligencia egy olyan témakör, ami igencsak foglalkoztatja az embereket és a különböző cégeket, intézményeket is, hogy ez a lehetőséget hogyan tudja kiaknázni. A másik terület, ami hagyományosan erős a konferenciáknak, hogy egy lehetőséget biztosítunk arra, hogy az itt megjelenő, mint egy 1800 résztvevő tudjon egymással találkozni, kommunikálni, beszélgetni kisebb vagy nagyobb csoportokban, és itt ez alatt a három nap alatt előre vigye a hazai informatikai társadalom ügyét. Nem mondom, hogy rendszeresen, de azért nagyon sűrűn szoktam visszajárni az Infotérnek a rendezvényeire, hiszen itt mindig előkerülnek olyan dolgok, amelyek a iparágnak, az ágazatnak a előnyeiről, hátrányairól szólnak. Ezek fontosak szerintem a kormányzat számára is, hiszen mi is abból tudunk dolgozni azokból a jelzésekből, amiket az üzleti élet szereplői adnak számunkra. Ezek hasznosak, és ezeket tudjuk aztán átkonvertálni jogszabályokba, rendeletekbe, olyan intézkedésekbe vagy programokba, amelyek segítik a gazdaság további fejlődését. Ahogy az informatika világa fejlődik és bővül, úgy fejlődik és erősödik ez a konferencia is. Nagyon szépen reagál arra, amit a világ mint kihívásként megjelenít, és láthatóan a cégeknek, úgy a szolgáltatóknak, mint a szolgáltatást igénybe vevőknek ott van a horizontján és ott van a fókuszában. Az Infotér mindig az első számú konferencia tulajdonképpen a digitalizáció, infokommunikáció területén. Erre mindig készül a kormányzat is, tehát én azt gondolom, hogy itt fontos dolgokat jelentünk be, fontos szereplők vesznek részt, kiváló alkalom. Ez a 10. alkalom, ez különleges, és azt gondolja a témaválasztás, mesterséges intelligencia pedig ennél nem is lehetne aktuálisabb. A mesterséges intelligencia az oktatás terén is az egyik legfontosabb olyan terület, amire oda kell figyelnünk az elkövetkezendő időszakban. Ezért nagyon fontos témának tartom a mesterséges intelligencia beemelését, és szerintem nagyon jó időzítéssel lépte ezt meg az Infotér. Nagyon tetszik nekem ez a pezsgés, és hát azt gondolom, hogy az Infotér az egy nagyon-nagyon fontos állomása minden évben ennek a körnek, hogy meg tudja beszélni az informatikával, oktatással és minden kormányzati vonatkozással kapcsolatos összes kérdést. Az oktatás, amit én szűkebben képviselek, viszonylag kevés figyelmet fordít erre a területre, de meggyőződésem, hogy már most kell lépni ez ügyben is, és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos technológiákat már akár a középiskolában is oktatni kell. Konferencia az nagyon jó, mint mindig, így a 10. alkalommal is, mindig valami újat tud hozni, új témákat és érdekes témákat. A mesterséges intelligencia meg abszolút egy olyan téma, amiről mostanság beszélni kell, hiszen ennek van aktualitása, ez minden napjaink részévé válik, és igyekeztünk itt ma megmutatni az OncoVR-rel, hogy ez hogy tudja az emberek életét, jelen esetben beteg gyerekek életét segíteni. Elhangoztak olyan előadások, amelyek nem egy víziót vázoltak föl, hanem a gyakorlati megvalósítás során a való életbe bizonyították ennek életképességét. Úgy gondoltuk, hogy ebbe a körbe is meg kell, hogy ismertessük a szakmai közönséggel, hogy milyen eredményt értünk el a robotizációban. Egy olyan tanítható, mesterséges intelligenciát tudunk létrehozni a központban, amelyik egy sorügyben ki tudja váltani a pecsételős vagy ilyen mechanikus munkát, ami rendkívül szükséges az ismert munkaerőhiány miatt, és ezeket bűn arra elpazarolni, hogy ilyen mechanikus munkákat, amire a robot képes, elvesztegessük.